Vajon a pénz ördögtől való? Manapság nagyon is úgy tűnik. Pedig létezik egy olyan gazdasági rendszer, amelyben pénzt használnak, és mégis az ember áll a középpontjában. Amikor megszereztem közgazdász diplomámat, én még nem tudtam erről a rendszerről. Kiléptem a munkaerőpiacra, és több nagy vállalatnál, köztük a PepsiCo-nál is dolgoztam. A külföldi utak és jelentős üzletkötések időszaka volt ez. 10 év menedzseri munka után beléptem a Domonkos szerzetesrendbe. Szerzetesi hivatásom a gazdaságról alkotott nézeteimet is átformálta. Ma már egyetemeken is tanítok, és témám az emberközpontú közgazdaságtan. Apropó egyetemek! Tudtad-e, hogy a 2008-as pénzügyi válság után London, Párizs és New York híres egyetemein a hallgatók csoportosan támadták a közgazdasági karokat és a professzorokat. Számon kérték tanáraikon, hogy a kurzusok csupán a neoklasszikus modellekre fókuszálnak, miközben szükség van a megközelítések nagyobb számára, a nagyobb pluralizmusra, a közgazdaságtanban, több alternatív hangra. A helyzet azóta nem sokat változott. A jelenleg uralkodó gazdasági tanítás szerint a gazdaság végső célját a profit maximalizálása még mindig erősen meghatározza. De akkor vajon hogyan jelenhetnek meg a társadalomban az olyan értékek, mint az emberi méltóság, a szolidaritás, a szubszidiaritás, az igazságosság és a közjó? A gazdaság kérdésével már az ókorban is foglalkoztak. Híres tudósunk Arisztotelész 2 gazdálkodási módot határozott meg. Az egyik mód az úgynevezett oikonómia, a másik pedig a krematisztika. A krematisztika jelentése, hogy pénzből még több pénzt csinálni, vagyis az egyre növekvő profit realizálásáról szól. Az oikonómia ezzel szemben nem más, mint a háztartás körüli munkák elvégzése, vagyis az ott élők szükségleteinek a kielégítése. Itt a legfőbb gazdasági cél az emberi közösség, vagyis a köz javának a megteremtése. Míg a profitorientált gazdasági rendszerben kézzelfogható a nyereség, az emberközpontú gazdasággal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e nyereséges. Ebben a modellben ugyanis a végső cél nem a pénz és nem a profit maximalizálása. A pénz és a profit nem célok, hanem eszközök. Hasznos eszközök az értékteremtésre és a közjó megvalósítására. Az emberközpontú gazdaság fogalma Szent II. János Pál pápához köthető. Ő mondta ki először, hogy az ember a munka és a gazdálkodás alanya, nem pedig annak eszköze. Az egyház társadalmi tanításának egyik alapelve a javak egyetemes rendeltetésének az elve. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ember miután saját szükségleteit, a családja szükségleteit, és ha van neki, akkor a vállalkozása szükségleteit is kielégítette, és még tisztes tartalékot is képzett, a magántulajdonának a fennmaradó részét a közösség javára hivatott fordítani. Vagyis magántulajdonával a közjót hivatott szolgálni. Az emberközpontú közgazdaságtan nem tagadja az alapvető gazdasági kategóriákat, de azokat egy másik szemléletbe helyezi. Vagyis a profit és a pénz is jó, ha erényes és értékes célokat szolgálnak. Ebben a szemléletben az ember nem csupán anyagi létező, hanem test és lélek egysége,
kapcsolatokban élő emberi személy. A közjó pedig nem más, mint emberi kiteljesedés, mind egyéni, mind közösségi szinten, vagyis a boldogság elérésének az útja. Az emberközpontú szemlélet első gyakorlati megnyilvánulása a 15. századra nyúlik vissza. Akkoriban a Ferences rend által működtetett Monti di Pieta jelzálog kölcsönző bank kifejezetten szegény embereknek adott hitelt, mégpedig alacsony kamatra. Továbbá fontos történelmi példa a civil gazdaság korszaka, amely a 15-18. Századi Itáliában szintén arról tanúskodik, hogy művelői számára a gazdaság főszereplői az emberek, az erényes emberek, és a végső gazdasági cél az úgynevezett közjólét, a két elles jólét, vagyis a közösség boldogsága. És hasonlóan a II. Világháború utáni Nyugat-Németországban, az NSZK-ban a szociális piacgazdaság gazdaságpolitikája is az egyház társadalmi tanításán alapult. És ma is találhatunk cégeket, hálózatokat, mozgalmakat, amelyek az emberközpontú gazdaság szemlélete szerint gazdálkodnak. A társadalmi vállalkozó kategóriája Angliában, Franciaországban több tízezer céget ölel magába. Számos vállalkozás van, amely ebben a szellemben gazdálkodik Magyarországon is, főleg kis és közepes vállalatok, vállalkozói hálózatok vagy mozgalmak. Ráadásul, ha te is képes vagy kitörni a haszonelvű gondolkodásból, és erényesen, erkölcsi elvek szerint élsz, ha figyelembe veszed mások érdekeit is, akkor együtt meg tudjuk valósítani azt a fenntartható gazdasági rendet, ahol mindenki jól jár, ahol emberközpontú a gazdaság.